26. alkalommal rendeztek nemzetközi hőlégballonparádét Kassán. A Szlovákiában egyedülálló nyárnyitó rendezvényen a visegrádi országok pilótái is részt vettek. Állítják a kosarakat, melegítik a ballont, az utolsó simításokat végzik a repülés előtt a pilóták. Idén 15, köztük magyarországi, szlovákiai, csehországi, ausztriai, szlovéniai és hollandiai pilóta vett részt a nemzetközi találkozón. 10. alkalommal jövünk el a kassai ballonfiesztára, nagyon szeretünk itt lenni, kiváló a szervezés, nagyszerű a vendéglátás, és szeretjük ezt a szép történelmi magyar várost. Minden repülés más és más, ezt nem lehet előre kiszámítani. Nem lehet tudni, hogy a magassági szelek menet közben elfogynak, fölerősödnek, hogy alakulnak. Tudjuk, nincs tökéletes terv, csak tökéletes szándék. Úgyhogy a pilótának rögtönöznie is kell. Ha kell, menet közben új leszállóhelyet kell találnia, át kell értékelnie a saját repülési tervét, és hát ez mindig egyfajta izgalmat jelent, különösen azért, mert mindezt a lehető legnagyobb biztonságban tesszük meg, hiszen híresek vagyunk mi magyar pilóták a 0%-os baleseti arányunkról, és ezt szeretnénk a jövőben is megtartani. Hőlégballonozásra nyáron napfelkelte után és naplemente előtt 2 órával kizárólag csapadék és ködmentes időben, legfeljebb 13 km/h talajmenti szélsebesség, állandó irányú minimális légmozgás mellett van lehetőség. Általában egy kosárban 4 utas élvezheti a maximum 2000 méter magasságig emelkedő, átlagosan 30 km/h gyorsaságú repülést. Sötétedésig minden esetben landolni kell. Életemben először Kassán repültem, ezért különleges számomra ez a hely. Ez sport és hobbi egyben, varázsa van. Engem 23 évvel ezelőtt ragadott el, és nem enged. Ez egy éles stílus, mondja ez a szlovák pilóta. A fokozott biztonság érdekében a felszállópályát idén is a Kassai Műszaki Egyetem sportpályáján alakították ki. Itt igazi fesztivál hangulat volt, több száz érdeklődő előtt repültek fel a különböző méretű ballonok. Először vagyunk itt, nagyon tetszik nekünk, az időjárás is kedvez, biztos nagyon látványos és érdekes lesz a repülés. A gyerekek is nagyon várják, mondja ez a látogató. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza ezt a látványos, egyben izgalmas sportot az emberekhez. A negyed évszázad során összesen mintegy 500 légballon lebegett már Kassa fölött.